Jóska a hivatásos varsányi földi vőfé elnézéskért, kért, amiért hirtelenjében neki nem jutott más történet az eszébe, csak egy régi palóc mese, amit még a nagyapjától hallott, aki úgy szintén a magáétól. Mondja Jóskám, mesélje nyugodtan. Biztatta szép asszony, és ugyanezt tette szőlős gazdával is, aki értett a pislantásból is, már is töltötte Jóska poharát. Ez az eset még akkor történt, amikor az ördög még nem adta ki magát üzletembernek, politikusnak, sőt, még a tévében sem szerepelt, hanem úgy járt kelt a világban, mint akárki Isten teremtménye. Végtére is, hümögött János atya, aki ezúttal inkább a pohár után nyúlt, és nem teológiai szempontokhoz, jóska pedig folytatta. Egyszer a nagyapám ükapja legeltette birkáit és furuját nekik, hogy jobb legyen az emésztésük. Úgy elmerült a muzsikálásban, hogy észre sem vette, honnan, honnan nem, mellette termett egy ördög. Nagyapám ükapja úgy megijedt tőle, hogy furujálni is elfelejtett. Az ördög megkérdezte tőle, meg tudná le tanítani engem furujálni? Ha igen, nem hajtom el a birkáidat. Még szerencse, hogy az ördög így szónokolt, mert ez alatt nagyapám öregapja kicsit összeszedte magát. Persze, persze, hogyne, hogyne, csak úgy látom, hogy a te ujjaid nagyon hegyesek és karmosak. Nem tudod jól befogni a furuja lyukait. Ki kéne lapítani őket? No, hát lapíts ki őket. Állt ott egy nagy tölgyfatuskó. Nagyapán öregapja szemügyre vette, és mondta, hogy az jó lesz satunak. Belevágta a kisbaltáját, aztán szólt az ördögnek, hogy dugja be a két kezét a hasadékba. Az ördög megtette, Nagyapám öregapja meg kirántotta a kisbaltát. A hasadék összezáródott, s megfogta az ördögöt. Nagyapám öregapja meg szépen hazahajtotta a nyájat. No, ez jó volt, meg volt, de nem ennyi volt. Mert tudjuk, hogy az ördög sem alszik, se nem nyugszik. Eljött a Széchenyi napja, menni kellett vinni a sajtot, a túrót, a birkabőröket. Fölpakoltak a szekére, megindultak. Alig, hogy meglátták a Széchenyi templom tornyokat, meg a Ferde tornyot, meglátták az ördögöt is, amint fős alá járkált dühösen. Na, ez mi ránk lesz, morogta nagyapám ükapja. Miért? kérdezte a felesége. Nagyapám ükapja elmondta gyorsan. Egyet se félj, kiáltotta nagyapám anyja és már le is szökött a kocsiról, egyenes neki az ördögnek fölemelt szoknyával. Az fölsikoltott. Satú! És rémülten elszaladt. Azóta se látták a környéken.